szeptember 30-án ülésezett legutóbb a Bonyhádi testület. Filóné Ferenc Ibolya előterjesztésére a képviselők sokakat segítő határozatot fogadtak el. Ennek értelmében már nem csak télen igényelhetnek rezsitámogatást az önkormányzattól a rászorulók, hanem egész esztendőben. Sőt, a forrás már nem kizárólag tűzifa vásárlásra fordítható, hanem vízre, gázra vagy áramra is. Felhasználók körét is szélesítettük, hiszen azt az értékhatárt, amivel egyáltalán a segélyre jogosult lehet valaki, azokat megnöveltük, tehát egy nagyobb jövedelemmel is már be lehet férni ezekbe a támogatási formákba. Én bízom benne, nagyon sok bonyhádi családon tudunk segíteni ezen a rendeletmódosítással, várjuk is a kérelmeket, és segítünk, hiszen van rá lehetőségünk, és talán ez a legjobb érzés ebben a döntésben, hogy megtehetjük azt, van anyagi fedezete a városnak, biztos háttere arra, hogy egy ilyen időszakban könnyítsen a szociális rendeletnek a nehéz és szigorú szabályain. Vagyis a szociális rendelet kiterjesztését azt tette lehetővé, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete kifejezetten stabil. Ennek köszönhetően nem csak a városi intézmények idei működése biztosított teljes mértékben, de bőven jut költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztésekre is 2023-ban. Panaszra nincsen okunk, amit megterveztünk februárban, amentén a gazdálkodás mentén, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében, még ha nem is pontosan arányosan 50%-os arányban állunk minden egyes mutató tekintetében, összességében az elmondható a város költségvetéséről, hogy a gazdasági helyzetünk stabil, valamennyi intézményünk a hivatallal és az önkormányzattal együtt egész évben, ha így működik tovább, akkor különösebb problémái nem lesznek, amellett, hogy jelentős fejlesztéseket is valósítottunk meg. Az új szociális rendelet egyébként október 1-én lép hatályba Bonyhádon.